Azokhoz a fiatalokhoz szólok, akik azt hiszik, hogy az egész háború egy videójáték. Na ide figyeljetek okoskodó kis gyökerek. Ez nem a Call of Duty, ez nem az, itt éles és az egész. Itt nyomjátok én akkor is Oroszország, jó így! Én akkor is így úr, Ukrajna, így, de figyeljetek ide! Ez nem játék. Hanem itt éles nem, itt nem kezdheted újra ha lelőnek, öcsém. Nem kezdheted újra, a maximum következő életedben. Azt hiszitek, hogy a háború játék, fogyatékkal élők kölkök. Mert 13 évesen, 14 évesen többet ülsz a gép előtt, mint normális életet élnél. Azt hiszitek, hogy ez játék. Mi? Idióták. Akkor mesélek egy történetet, amit apám szokott elmesélni, amikor nagyapám a fronton volt a második világháborúban. Lelentéket vitték ki. szóval mentek ki és nagyapám mesélte, hogy mondták nekik, hogy nem sokáig fogtok dalolni, mert kapunk egy támadást, itt hullotok, mint a legyek, nevettek rajta. És támadáskor mi volt? Sírva szaladgáltak, dobálták a fegyvereiket. Akit nem húztak a lövészárokba a katonák, nagyapámék, az meghalt. Hát, gondolkodtok egy kicsit, barmok gondolkodtok egy kicsit, hogy miket pofáztok, merítkátok Youtube-on, kommentbe, meg itt tiktok kommentbe. Ez mondom, nem a Call of Duty, ez élesbe megy. Figyelj ide! Se az ukrán, se az orosz katona nem akarott lenni. Hidd el nekem, otthon lenne a családjával. Reggel néztem videókat, amelyben mind ukrán és mind orosz hadifoglyok nyilatkoztak. Elmondjam, mit láttam? Szomorúságot és félelmet az arcukon. Egy orosz harifogói így szólt. Édesanyám, üzenem neked, hozzáteszem angol felirattal volt, édesanyám, üzenem neked, jól vagyok, ne féltsetek, mondd meg hogy vigyázzon rád, szeretlek benneteket. Az ukrán pedig mit mondott? Feleségemnek üzenem, nagyon szeretlek benneteket, vigyázz a gyerekekre. Nos, ez a kibaszott mocskos háború, és nem játék. Gondolkodtok egy kicsit, fiatal Ettől vagytok okosság, mert azt hiszitek, hogy az élet egy kibaszott videójáték. Fogyatékosok. Nem, nem játék bazd meg. Ez a vérkemény valóság. Azt hiszitek, hogy attól, már most hú, a különböző játékokba szerzett tapasztalatot kipróbálom? Idióták! Gondolkozzatok már! Sem az orvos, sem az ukrán nem akar ott lenni. Otthon akar a családjával lenni. És akkor ti meg ilyen fasságokat írtok. Barbok! Idióták!